Ez itt a Kizökkentve, a Lowdel iskola új podcast műsora, vagy helyzetjelentés a karanténból. Köszöntöm a hallgatókat, én Himmler András vagyok. A mai adásban rögtön két vendéget is köszönthetek, Már Kingát, a középtagozat vezetőjét, és a 11-es Till Simont. Az első adásban Szújó Zoli volt a vendégem, aki megfogalmazott egy érdekes kérdést, amire végül nem kaptunk választ. Szerintetek mennyire fogja befolyásolni a kialakult járványhelyzet az emberek bulizási szokásait? Mennyivel lesznek óvatosabbak az emberek a korlátozások feloldása után? Hát nem hiszem, hogy én ezt jobban tudom, mint a Zoli, de meg abban sem vagyok biztos, hogy én leszek az első, aki kimerészkedek. Bár én nagy bátran elmennék azért egy koncertre lassacskán, úgy hiányoznak az ilyen események. Nem tudom, hogy lesz ez. Ezt most nehéz elképzelni, mert ha megkérdezed most az embereket, akkor szerintem a többség, aki amúgy is jár koncertre, és szereti a zenét, meg szereti ilyen eseményeken részt venni, azt mondja, hogy alig várja, hogy ezek újrainduljanak és újra mehessen. De valóban elgondolkodtató, hogy mi lesz akkor, amikor lesz az első koncert. Én egyébként voltam az utolsó ilyen koncerten, képzeld el. Tehát az utolsó koncert, amit a városban megtartottak, az a Török Ádámnak a jubileumi koncertje volt, aki egy fuvolás a mini együttesben. Igen, tudom játszott. Is fel. És egy tök jó koncertet adott a kongresszusi központba, de például a barátaink, akikkel együtt mentünk volna, ők már nem mertek akkor eljönni, amikor ez volt, és másnaptól, tehát aznap éjféltől nem lehetett koncerteket tartani, meg színházi előadásokat, semmiféle kultúreseményt. Akkor ott egy különleges hangulat volt, nem? Aznap. Elég különleges hangulat volt, igen, és nagyon jó kis koncert volt, de volt egy ilyen szomorú oldala is az egésznek, hogy mindenki érezte, hogy nem sok ilyen esemény lesz most a közeljövőben, vagy hogy egyáltalán nem lesznek ilyen dolgok. Úgyhogy én talán bátran elmennék az elsőre, ami a karantén után lenne. Igen, de nem tudom, hogy milyen lenne a hangulat, és hogy az emberek mennyire mernének egymáshoz közel menni, de nem tudom, minden néző között lenne egy üres szék, ezt nem tudom. Igen, ezen sokat gondolkoztam, mert most nagyon sok ilyen live van a Facebookon, meg mindenhol, meg néztem ilyen koncertfelvételeket, és máshogy áll hozzá az ember. Szóval megnéztem mondjuk egy videót, hogy emberek pogóznak, meg nagy tömegben vannak, akkor egyszerre fogott el az érzés, hogy úristen, de ott lennék, és hogy mennyire király, hogy buli, meg koncertek, és az az érzés is, hogy fúj, ott izzadságok egymásnak mennek, meg fúj, miért vannak ilyen közel egymáshoz az emberek, és hogy pont így terjed a vírus. Hát nem tudom, hogy lesz ez, miután vége lesz. Én gyorsan hozzászokok mindenféle helyzethez, szóval remélem majd vissza fogok tudni gyorsan szokni arra is, hogy mehet a buli és lehet koncertekre járni. Igen, ez tök érdekes, hogy ki lesz az első, aki majd azt mondja, hogy én most elmegyek egy koncertre vagy egy buliba. Hát igen, én láttam egy ilyen mémet, hogy azt írta ki valaki, hogy amikor vége lesz ennek az egésznek, és újra mehetünk bulizni, akkor még pár napot itthon fogok maradni, hogy megnézzem, hogy mi fog történni. És ez is nagyon érdekes, hogy igen, hogyha majd visszaengedik az embereket, és lehet menni bulizni, és lehet emberek közé menni, akkor rögtön mindenki elkezd menni, vagy megvárják az emberek, hogy na nézzük meg, hogy az első hülyék kimennek, velük mi lesz, és hogyha ők túlélik, és minden király velük, akkor mi is mehetünk. Szóval akkor az jön le nekem, hogy te nem leszel, nem leszel benne az első hülyék csoportjába. De én valószínűleg benne leszek az első hülyék csoportjába, csak önmagamat is ezzel kicsit lehülyézve el fogok menni. Igen, valószínűleg. De addig nem. A mostani hülyék csoportjában nem vagyok benne. Jól tudom-e, hogy te most nem a családoddal vagy, hanem a barátokkal? Igen. Mi 3 héttel ezelőtt, pont ma van 3 hét, amikor még a vírus még nem annyi... Mert hogy mi itt volt Magyarországon, de még nem volt semmilyen komolyabb intézkedés a vírussal kapcsolatban, mi akkor eldöntöttük, hogy mi inkább lejövünk a Balatonra, és itt leszünk karanténban, mert hát sokkal jobb így barátokkal egyrészt tanulni is, meg az órákon részt venni, hogy tudunk egymásnak segíteni. Másrészt meg így úgymond folytatódhat a buli, és nem kell azt mondani, hogy akkor én most tényleg otthon ülök 4 fal között. Szóval mi ezt akkor eldöntöttük, és akkor így nem is, úgymond nem is kockáztatva semmit lejöttünk, és azóta a házból ki sem mozdultunk. A saját szüleink azok néha neheztelnek emiatt ránk, hogy mi lejöttünk, és ott hagytuk őket, de mi most ezt így élvezzük, és igen, már teljesen egy kommunaként élünk.
úgyis a bulizásról beszélgetünk, úgyhogy gondoltam megkérdezem, hogy az elmaradt koncertek vagy esetleg színházi események közül melyek azok, amiket a legjobban sajnáltok? Nagyon sok klassz színházi előadásra lett volna jegyem, mentem volna a Radnóti színpadra a 10 című előadásra, a Pintér Béláék új darabjára, a Presser Gábor koncertjére, májusi koncertjére van jegyünk, és hát akkor még az utazásokról nem is beszélve. Én nagyon el szerettem volna menni Szabó Benedek és a Galaxisokra, amire volt jegyem, meg Belgára, meg Sophie Tuckerre, arra mondjuk még nem volt jegyem. Igen, ez a három szerintem az, amit iszonyatosan sajnáltam, hogy elmarad. Most kicsit áttérnék az iskolára, és azon belül is az online oktatásra, ami a Lauderben az első naptól kezdve működik, de nyilván a tanároknak és a diákoknak is ez egy teljesen új rendszer, és akadnak kisebb-nagyobb nehézségek. Nektek mi volt a legnagyobb kihívás az internetes tanulással kapcsolatban? Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy mielőtt bezárták volna az iskolákat, mi már készültünk erre. Tehát biztos emlékszel arra a tanítási napra, amikor már nagyon kevés gyerek volt az iskolában, de azért néhányan még jöttek, és azzal fogadtunk benneteket, hogy miért jöttetek iskolába. Emlékszem, igen, az durva volt tényleg. Az maradt ki megmagad az a nap. Igen, igen, hallottam is, emlékszem, hogy ültem bent a szobámban, készültem az órámra, és hallottam, hogy kint a hatodikos fiúk arról beszélgettek, hogy hallottad a Kingát? Azt kérdezte, hogy minek jöttem iskolába. Hát én ilyet tanártól még nem hallottam. Ez vicces volt. És, de hogy akkor mi már nagyban készültünk arra, hogy át kell állni. És hát a tekes csapat, Benjiék, ugye nagyon sokat segítettek nekünk így a technikai háttérrel, és hát igyekeztünk mi is, amit csak lehet az utolsó napokban előkészíteni. Ami a legnehezebb volt, az, amikor ténylegesen nekiestünk így a táviskolának, az online oktatásnak, akkor azt belőni, hogy mi az, ami nem túl sok, és nem is kevés. És azt hiszem, hogy az első héten a legtöbben picit túltoltuk ezt az online oktatást, tehát hogy ugye azt szerettük volna, hogy ti gyerekek azt érezzétek, hogy megy tovább a suli szinte úgy, mint eddig, csak éppen nem tudunk találkozni, hogy mennek klasszul tovább az órák, hogy vannak feladatok, hogy van értelme reggel fölkelni, beülni az órára, és nem csak, hogy rengeteg online órát tartottunk, hanem még egy csomó feladatot is adtunk nektek, aminek az lett a vége, hogy a hét végére gyakorlatilag mindannyian egy kicsit kipurcantunk, mi tanárok is, meg szerintem ti gyerekek is, mert valahogy az online órákkal együtt, meg ezekkel a plusz feladatokkal együtt talán kétszer-háromszor annyi tennivalót adtunk nektek is, meg magunknak is. Mert ugye nyilván, amit még pluszba adtunk, feladatot aztán ki kellett javítani, arról visszajelzést kellett adni, és akkor összekaptunk magunkat a hétvégén, és megbeszéltük így egymás között tanárok, tartottunk ilyen megbeszéléseket, és megbeszéltük, hogy ezt egy picit racionalizáljuk, és egy picit csökkentjük, mert ezt nem lehet bírni ilyen tempóval. Úgyhogy szerintem azóta javult a helyzet, de az tény, hogy azóta is, amikor megbeszélünk, akkor az elején mindig az, hogy arról beszélgetünk, hogy kinek hogy fáj a dereka, és hogy nőtt a hátára a szék, és hány órát töltünk a képernyő előtt, és hogy mindenkinek most már egy-két dioptriával erősebb szemüvekkel. Úgyhogy azért nem egyszerű, bár igyekszünk nagyon. A legnagyobb kihívás nekem az, hogy ezeket a házi feladatokat, meg dolgozatok, meg mindent hol találom meg hogyan tartsam észben, mert amúgy sem tudom nagyon észben tartani azt, hogy mikor van dolgozat, és hogy milyen házi volt. Most is nagyon le vagyok ezekben maradva, és nagyon sok házit ezáltal így kihagyok, mert elfelejtem. De hát ezen még ugye, hát ügyeskedek, hogy hogyan ne felejtsem el, mert most nincsen senki, aki rám szólna a folyosón, hogy ugye megcsináltad a házit. Igen, ez amúgy én is tapasztalom, hogy ez tényleg nehéz, de most eszembe jutott, hogy akkor neked tök jó, mert csomóan panaszkodnak arra, hogy rengeteget kell ugye a gép mellett ülni, de akkor te azért fel tudsz állni időnként, és nem kell egész nap a képernyő előtt ülnöd. Igen, igen, én nagyon, meg nem is szeretek, én nem is nagyon értek a gépekhez, és nem is szeretek nagyon gépezni, ezért hát megcsinálom minimumot, hogy órákra így bemegyek. Jó, valamikor elalszom az órákat, de azért
nem lehet elvárni mindig, hogy felkeljen az ember. De igen, amint lehet, és vége az óráknak, akkor felállunk, és kimegyünk, van itt kert, meg mindenfélét csinálunk. Meg az olyan dolgokat, amiket gépen csinálunk, azokat általában élvezzük. Szóval az se nagy probléma. Eddig meg ugye tudtok egymásnak segíteni, ez tényleg jó. Igen, abszolút. Ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Mert csodálkozni fognak a tanárok, hogy mindenkinek sokkal jobb jegyei lesznek, de hát nem baj. Hát most elárultuk neki, sajnos. Csak azért, mert többet tanulunk. Eszetekbe jut egy vicces sztori, ami az elmúlt 3 hét alatt történt. Hát nagyon sok aranyos történet van azért. Tehát, hogy jó pofák ezek a zoomos órák. Hát onnantól kezdve, hogy mondjuk, hát látod is az interneten sok ilyen vicces történet kering, ezek valóban megtörténnek. Tehát mondjuk az ember tartja az irodalom óráját az ötödikeseknek, és akkor az egyik kisfiú jelentkezik, és akkor kérdezem, hogy mit szeretne mondani, és akkor azt mondja, hogy hát ki szeretnék menni WC-re. És akkor mondom, hogy persze, otthon vagy, nyugodtan menjél ki, csak siess vissza. Szerencsére a telefonját nem vitte magával. Aztán volt olyan történetünk, amikor a nyitesekkel a pénteki osztályfőnöki órán gyertyát gyújtottunk, szombatot fogadtunk, és akkor az egyik fiú az hozta volna a kalácsot, és kiderült, hogy az apukája megette reggelire, úgyhogy nem volt meg a kalács. Úgyhogy aztán akkor kivetítettük a háttérbe a kalácsot, és így gyújtottunk gyertyát, és úgy mondtuk el az áldást. Vannak tanári megbeszéléseink is rendszeresen. Elkezdtük a 3/4 éves évfolyam megbeszéléseinket, amiket ilyenkor az iskolában is mindig megtartunk. Ilyenkor ugye az adott évfolyamon tanító összes tanár összejön, és ezt most is csináljuk, csak most ugye nem személyesen találkozunk, hanem egy Zoom meetingen keresztül. Ott pedig valakinek a párja így a háttérben nem tudta, hogy meetingünk van, és egy szál alsó nadrágban elsétált a háttérben. Úgyhogy az nagyon vicces volt, akkor ott 30 tanár fél órát röhögött. Hát ilyenek azért vannak, úgyhogy ezek olyan aranyos történetek, úgyhogy biztos majd később így, amikor visszagondolunk rá, akkor sokat nevetünk rajta. Meg eleve furcsa, hogy az ember megy a kávéjával az órájára, ugye most is megyek az íróasztalomhoz a kávémmal, és nem szalad nekem 30 gyerek út közben, és nem löcskölöm ki a kávét. Nagyon sok előnye van annak, hogy itt együtt vagyunk, viszont van hátránya is, például az online tanulásban, amikor nem veszük észre, hogy mondjuk a másiknak órája van, és olyat mondunk, vagy olyat szólalunk meg, ami mondjuk, hát lehet, hogy nem szalonképes, meg nem feltétlenül az órába illik bele, és nagyon kínos, nagyon számunkra szórakoztató dolgok tudnak ebből kisülni, csak nagyon kínos tud lenni, hogy tényleg egy-egy hangos káromkodás az egyik szobából, úgyhogy mondjuk nekem órám van éppen, vagy fordítva, de mindig valahogy utána megoldjuk, hogy mégse legyen az. Ha egy napra visszaállna a világ a normál kerékvágásba, mik lennének azok a dolgok, amiket mindenképp belesűrítenétek abba a 24 órába? Hú, hát mindenképpen elmennék a szüleimhez, mert őket azért nagyon féltem, mert nem olyan fiatalok már, és nem merünk most velük találkozni, mert nekem még a lányom tudott dolgozik, és sok mindenkivel találkozik, tehát simán lehet, hogy megfertőznénk őket, úgyhogy azt hiszem, hogy a szüleimhez mennék. Biztosan az összes barátommal szeretnék találkozni, és hát egy másodpercre se állnék meg, mert én amúgy is így a mindennapokban is mi mindig megyünk, és mindig sétálunk, és tényleg a napi 15 000 lépés az kb. Mindig megvan, mert mindenhova megyünk, és lépünk, és csináljuk, és hát hogyha egy napig tényleg így lenne, akkor tudja az lenne, hogy felkelnék reggel, és már mennék is a városba sétálni, és haverokkal lenni, és bulizni. Így lezárásképp pedig azt szeretném kérni, hogy fogalmazzatok meg egy-egy kérdést, amit feltennétek a következő adás vendégének, úgyhogy nem tudjátok, hogy ki az illető. Van egy ötletem. Ugye nagyon sok újdonságot, furcsaságot csinálunk most kényszerből. És engem az nagyon érdekel, és sokat gondolkozom ezen, hogy annak ellenére, hogy egy csomó mindenek nem örülünk, mert nem találkozhatunk személyesen, és kénytelenek vagyunk így vagy úgy megoldani az iskolai teendőket, hogy mi az, ami viszont jó, hogy itt csináljuk. Tehát mi az, amit ebből a
akkora átvihetnénk arra az időszakra, amikor újra találkozhatunk egymással, és újra iskolában járhatunk, mert szerintem van pár ilyen dolog. Jó, akkor én azt szeretném feltenni kérdésnek, hogy mi változott önmagával kapcsolatban ez alatt a karantén alatt, mert mondjuk én bajszot növesztek, meg valaki befesti a haját, meg valaki körmöt fest, meg nem tudom, és hogyha ő változtatott bármit így önmagán, vagy valami, amit nagyon nem szokott meg így a mindennapokban, akkor az micsoda? Hát Kinga, Simi, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor ezeket a kérdéseket pedig a következő adásban fogjuk megválaszolni. A hallgatóktól szeretnék elköszönni, a technikai segítséget pedig megköszönni Kocka Benzsinek, Vajda Tibinek és Székely Olivernek. A jövő heti adásban találkozunk, addig is mindenkinek kellemes szünetet kívánok.